Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Cards Hun, a mai videóban pedig Yu-Gi-Oh-zunk. Elég régen volt a csatornán Yu-Gi-Oh, úgyhogy ez pedig hivatalos Konami által kidobott set, tényleg ez Magyarországon is meg tudjátok venni ilyen kártyás boltokban, illetve ilyen társasjátékkal foglalkozó helyeken. Pétertől kaptam ezt méldébe, a hétvégi méldébe. Nagyon szépen köszönöm neki, hiszen ez egy igazán különleges set, ott már látszik is ez a paralel fényes kártya. Ezekben már van ultra rare, azokból is színes, egy pár darab garantálva is van a dobozba, és nem is egészen drága egyébként, ilyen néhány ezer forintért már egy ilyen nagyon látványos dobozt lehet szerezni. Van olyan, ami nem látványos, de abban is menő kártyák vannak, az egy ilyen kocka alok, azt ide berakom képbe, az is jól néz ki és meg van tömve, de szerintem ez még menőbb, hogy így ki van vágva, elképesztően jól néz ki az a kis bevágás, hogy látod a kártyákat benne. Na nézzük meg, lesznek benne gyűjthető kockák is, úgyhogy arra is nagyon kíváncsi vagyok. Ott vannak a mintázatok, Hidden Arsenal Chapter 1, ez ilyen storyline-os kártyák, tehát történethez kapcsolódóak, de gyűjteni is lehet természetesen, hiszen érdemes kibontani több dobozt is, mert hogy azért rengeteg kártya van ebbe a szériába is, szép Konami is zárjegy, itt leírja nagyjából a lényegét a setnek, hogy miket lehet ebből bontani, bónuszkártyák, mindenféle, itt pedig, hogy mi van egy ilyen dobozban, 2 darab Hidden Arsenal kártya, a Chapter 1-ből ez garantálva van, Secret Rare, és illetve hát a kocka természetesen, úgyhogy én azt mondom, hogy vágjuk be, nézzük meg, hogy mi lesz ezekbe a csomagokba. Angol nyelvűek a kártyák egyébként. Volt egy időben magyar nyelvű Yu-Gi-Oh is, még a 2000-es, meg 2010-es években. Most már inkább megint az angol. Tombol, piros kocka! Ugye ezt nem látod a dobozba? Még ha nagyon trükkös vagy, akkor se nagyon direkt le van fedve. Piros kocka van az én dobozomban, de király! Nagyon-nagyon jól néz ki. És itt van egy ilyen tokba maga a lefóliázott kártya, 2 bontatlan tasak, illetve egy kis plakát, poszterszerűség a végére. Nézzük meg, illetve kapsz egy ilyen kemény dobozt, én ezt is elrakom, nem hiszem, hogy ki fogom dobni, mert eléggé brutál jól néz ki. Konami hivatalos cucca, azt figyeld. Jézusom, szerintem itt mindent leír, amit az új lapokról lehet tudni. Nagyon színes, nagyon látványos ez az egész, természetesen ez is ugye angol nyelven, de hát ez komolyabb gyűjtőknél azért ez nem probléma, már hozzászoktunk, hogy meg kell tanulni az ilyenek miatt angolul. Fú, de jó, ilyen természettel kapcsolatos kártyák, természetesen sárkányok is vannak, Genex, Worm, Jurak, X-Saber, elég jó, elég jó. Úgyhogy ezt is el fogom rakni, ez egy elég király kis magyarázó füzet, mindenféle hasznos infóval. Oké, azt ide rakjuk. Nézzük meg a lényeget, hiszen ebben van benne maga a kocka, illetve a csomag. Ugye jól elhelyezték. Milyen vastag ez a pak, te jó ég! Azt hittem levegővel van az egész kitöltve, 18 kártya van egy darab csomagba. Nagyon-nagyon jól néz ki a bontatlan csomag is önmagába. Azt figyeld, és itt szépen leírja egyébként, hogy miről van szó, milyen kártyák találhatóak benne, nagyjából, hiszen azért véletlenszerűséget fenntartják. Garantált lap, kegyetlen szép. Armory Arm, nagyon-nagyon jól néz ki, minőségi, ahogy látom. Még egy bontatlan, és a kocka, ez is természetesen Yu-Gi-Oh ott van, mint felirat, fantasztikusan király. Új, de jó. Na, ezzel 6-os dobni, azért az elég vagány. Az 1-es is jól néz ki egyébként. Jó, ezt össze is rakom. Kicsit félrelkjük, hát dobjunk egyet. 5-ös. Nem olyan rossz. Na, nézzük akkor, mik vannak. Lessük meg ezt a lefúliázott dolgot, hiszen ebbe látjuk, hogy mi van. Tehát ez nem egy akkora meglepetés, de mégis van valami védelem. Egyetlen egy darab kártya, de az fantasztikus, ilyen paralel dizájnnal van megoldva, nagyon szép, és a betűk is tű élesek. Azért itt 2020-ban gyártották, vagy hát a licenszek onnan vannak, látszódik, hogy a gyártás technológia már nagyon fullos. Én, ha ezt játékra használjátok, én ajánlok mellé valamilyen puhatokot, legalább egy ilyen olcsóbbat, de prémiumot is simán megérdemel, hogy ne tegyük tönkre ezeket. Hát nem passzol hozzá, értelemszerűen hozzá passzolótokot kenni, de mondom, gyorsan beledobom valamibe. Nagyon-nagyon jól néz ki, remek.
És ilyen különböző fényvetülésekkel máshogy csillog, elképesztően szépen meg van oldva. Jó, oké, kigyönyörködtem magam, nézzük most már a pakkot. Be van recézve, úgyhogy nem lesz nehéz a bontása ennek. Annak jól lózik, de én ezt a klasszikus bontásélményt szeretem. És akkor nézzük a lapokat, ezek ugye már ilyen klasszikusak, nem csillogósak, de van benne esély a csillogósra. Ott a kis info róla. Itt is tűéles minden a kép is, nagyon jó hozzányúlni ezekhez a kártyákhoz. Van itt nekünk egy ilyen sárkány, ez már három csillagos, nem gyenge, Neo Flamwell, majd utána egy Mist Valley Shaman. Van itt nekünk egy Dust Tornado, csapdakártya, majd utána egy Flamwell típusú megint, ez már elég durva támadó pontszámra, és ott is ott van a hivatalos védjegy, nagyon jól néz ki. Hátulját meg már ismerjük, de itt is megtalálható a Konaminak, mint kiadónak a felülete, meg a logója. Oj, de jól néz ki az Ice Barrier. Majd utána Ally of Justice, Thunder Armor. Micsoda neveket találnak ki, amúgy zseniális. És ez pedig már egy ilyen csillogósabb, paralel verzió, pöttyökben látható ez. Tehát maga a kép felülete az nem tér el, az egész lap, ami csillog igazából. Mist Valley Soldier. Na jó, itt viszont eltér a kép, ez brutál. Az figyelt, hadcsillagos. Új, de jól néz ki. Galbulg. Ez már egy sárkány típusú kártya. Yu-Gi-Oh-ba azért ennek nagy kultja van, én ezt stand-re raknám. Atya világ, de kemény a kinézete. Fantasztikus, majd megy be a albumba természetesen a videó után. Ez durván jó. És itt is, természetesen, a kép maga, a karakter is külön csillogás, paralel csillogást kapott, illetve a kártya felülete is, ez ilyen dupla, hogy úgy mondjam. Aj, de jól néz ki. Barkion. Elképesztően jók ezek a sárkány típusú lapok. Majd utána itt van egy ilyen gyengébb, de hát ez is kell a játékban, ilyen töltőlapnak. Ez aranyos, hogy ez ugye a természettel kapcsolatos kis kártya. Ez viszont már nem. Inkább egy ilyen, hát a halállal hoznám összefüggésbe, elég durván néz ki a megrajzolt grafika rajta. Van itt nekünk ez a Fabled típusú lapokból több is, illetve a végére megint egy ilyen Naturia típusú kártya van. Még egy pakunk, nézzük meg azt is. Az egy komoly deck összeállításához. Ez a doboz szerintem kevés, itt még egy-kettőt azért, hogy tényleg ütőképes legyen. Érdemes bevásárolni, de ahogy látom azért ezek elég durvák. Kíváncsiak, hogy dupla jön-e. Mist Valley Falcon. Majd utána egy Ice Barrier. Egy Quarantine. Ally of Justice Quarantine. Waboku. Talán ilyen kártyám volt még régen. Ebbe a körbe ugye nem kapsz sebzés, de én emlékszem valamilyen kártyára a régi 2000-es évek Yu-Gi-Oh-jából. Megint Ice Barrier. Majd utána egy Flamewell Baby, aranyos, majd utána megint egy Samurai, ez pedig egy ilyen Naturia kártya, de ebből is egy ilyen csillogósabb, különlegesebb verzió. Book of Moon spell kártyából is van ilyen különleges. Elképesztően jól megcsinálták, hogy külön fólia van ott középen a képen. Knight, Excellent, hihetetlen jók. Cyber Dragon. Hát tiszta retro érzés. Rég Yu-Gi-Oh-oztam, mármint így más ember ellen a gyűjtésen kívül, de ez visszahozza itt a feelinget. Ezek a Naturia kártyák egészen pofások. Kicsit ilyen gyermetek, de ilyen is kell. Kis cica. Aranyos. Majd utána egy ilyen Fabled, megint Légionár, illetve egy Galabas típusú kártya. Több kártya is ismerős volt régebről. Szerintem itt azért vannak ilyen remake lapok is, de nagyon jól néz ki, mindegyik nagyon tetszik. Ez a különleges lap, amit adnak, így fóliázva, ez gyönyörű, tehát ez egészen elképesztő. A kocka tök király, ugye ebből is van öt fajta, amit ki tudtok gyűjteni. Ez az egyik, a piros típusú. Srácok, én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Most látom egyébként, hogy a Flamewell Baby van rajta. Legközebb találkozunk, addig is legyetek jók, és nézzetek rá a Yu-Gi-Oh-ra, mert elég jó cucc, amúgy meglepően minőségi és király. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!